mentem, valami hangot hallottam, kijöttem megnézni, kutya, jó. Megnézem jobban, hát nem kutya, kenguru. Méghozzá egy úgynevezett Bennett kenguru ugrált Rákóczi Újfalu utcáin. Természetesen a helyieket is meglepte a nem mindennapi látvány. Szabályosan feltorlódott az autósor, annyian akarták lefényképezni az errefelé meglehetősen ritka állatot. Félt, igen, félt, reszketett, de úgy végül is lehetett látni, hogy emberhez hozzá van szokva. És ugye a... mosdott itt, meg mindent, tehát ült. Ült. Megálltak az autók, nézegették, fotóztak, minden. Úgyhogy ennyi történet. Aztán ugye hívtuk rendőrséget, mondták, hogy ma jönnek. Közben ugye van itt egy állatvédvédő, ő is kijött, és így négyen megfogtuk, átszaladt a túl oldalba, ott megfogtuk. Jött a gazda és elvitte utána. A Bennett kenguru Ausztráliában és Tasmániában őshonos állat, az eukaliptusz erdőkben és a bozótban él, de Új-Zélandon is tudnak Bennett kenguru populációról, sőt Franciaországban 100 példánya él szabad körülmények között. Rejti, hogy hogyan került oda ennyi állat. De az bizonyos, hogy a Rákóczi Újfaluban bóklászó példány kengyelről szökött el. Mivel egy helyi menhely vagyunk, gyakorlatilag minden ilyen elveszett kutya, állatmacska, minden hozzánk fut be első körbe, hogy tudunk-e segíteni befogásban, vagy hogy esetleg kié az állat. Úgyhogy engem délelőtt hívott valamikor az állatorvos, hogy ha jeleznek nekünk egy elveszett kengurút, akkor azt keresik. És délután, este fele, ilyen 7:30-8 körül jött a telefon egy buszsofőrtől, hogy tudja, hogy mi menhelye vagyunk, és hogy állatokat mentünk, és hogy látott egy kengurút szaladni a főúton, majdnem elütötték, hogy tudunk, én azonnal ugye öltöztem, a férjem megértesítette a tulajdonost, hogy jöjjön érte. A közösségi felületeken is nagyot ment a Rákóczi Újfalui kóbor kenguru története. Így az érte aggódók is a Facebookon értesültek róla, hogy a jószág biztonságban hazatért. Kisebb utána járás végén az is kiderült, hogy bármennyire is furcsa, de Magyarországon nincs egyetlen korlátozó, pláne tiltó rendelkezés arra vonatkozóan, hogy kitarthat házi állatként kengurut.